Na hát szerintem mond. Kardosné Gyurkó Katalin, Nagycsaládok Országos Egyesületének elnöke, és Kazi Róbert, a Volkswagen marketing menedzsere a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! És a Robi már felvezette az előbb, majdnem férhez adtad Réka kolléganőnket, de akik ezt már eldöntötték felelősen és várják, öt pár, most hétvégén a Skanzenben, elég nagy nyilvánosság előtt fognak egymásnak hűséget esküdni polgári esküvő keretében. Egy kicsit meséljen erről, nyilván ez csak egyetlen eleme a programnak, amit már kiemeltünk, tehát sokkal többről van szó. Így van. Igazából tavalyi évben merült fel a Noel, most már egy elég nagy szervezet, és akik alapítók voltak, azok azzal szembesültek, hogy most házasítják a gyermekeiket, és bizony egy esküvőt azért nem kevés pénzből lehet szépen megrendezni. És felmerült az, hogy ha jelentkeznek fiatal párok, akik a házasságot mint értéket vállalják, hogy nyilvánosan is népszerűsítik, gyakorlatilag egy nyilvános szerelmi vallomásnak lehetünk a tanúi, tehát ez kicsit így bizsergeti is nagy az vállalás. Ez kemény lesz azért. Akkor mi azt mondjuk, hogy szeretnénk mellé tenni egy kis ajándékot, tehát akár a fotóst, a virágot, a meghívót, sőt magát a polgári szertartást is. Nagyon cuki, és egyébként úgy képzeljük majd ezt el, elnök asszony, hogy az öt pár egyszerre mondja ki az igent? Vagy egyenként, mármint, hogy páronként lesz majd a szertartás? Hát van, amit együtt, és van, amit nyilván páronként, tehát a tanukra páronként van szükség például, jó, és a fogadalomra is, tehát így van, de például jó, most az aláírásokra nem úgy lesz, az egyik 11 órakor lesz, a másik nem, egyszerre lesz a szertartás. Na, erre voltam kíváncsi. Hogy jön ehhez a rendezvényhez, ebbe a képbe egy autós márka? Azt érdemes talán tudni, hogy július 1-én hatályba lépett egy új kormányrendelet, és nagy családosok 2,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak új személyautó vásárláshoz, feltéve, hogy az az autó legalább 7 személyes. Na most 5 ilyen Volkswagen modellt fogunk holnap kiállítani. 5 modelljük is van, ami 7 személyes? Így van. Sőt, még ennél több is, de kiállítani 5-öt fogunk tudni holnap. Ezen kívül pedig a szervezőkkel így készülve holnapi napra tudomást szereztünk erről az öt párról, aki holnap fog egybekelni. Szerettünk volna nekik egy NASA ajándékot adni, és így majd nem mondja. Nem örökbe, hogy elviszik a koncerves doboz utána kötve, Just Married, és viszik őket NASA útra. De a párok döntésétől függően, amelyik modellt ők választják, hosszabb, rövidebb időre, egy hétvégére, egy hétre, vagy a NASA út idejére fogunk tudni nekik egy-egy autót adni. Na, akkor beletrapáltam, mert én csak belepöltem. De akkor ez nagy segítség lesz. Amúgy mit kell tudnunk, ez egy nagyon klassz, látványos része lesz nyilván a találkozónak, de az a több ezer másik személy, aki ott lesz majd a Skanzenban, ők mit fognak csinálni? Tehát ennek a rendezvénynek amúgy még túl ezen mi a jelentősége? Ez a Nagycsaládosok Országos Egyesületének minden évben a legnagyobb találkozója, őszi találkozónk, amikor lehetőséget biztosítunk a családoknak, hogy megismerjék éppen az adott területnek, most a Szentendrei Skanzennek, a kulturális értékeit, a tájegységeket, a népművészetet, és mellette pedig szerintem nagyon jól hangzik, mennyien voltak az esküvődön? 4000-en. Tehát, hogy ezt vállalták. A férjem rémálma lett volna egykor. Nyilván egyébként tényleg értékeljük, és nagyon örülünk, hogy mellénk álltak támogatók is, de hogy értékeljük a fiataloknak a nyitottságát, tehát azért van, aki ezt nagyon csendesen képzeli el. Ez egy alkat, igen, habitus kérdése. Igen, hogy merték vállalni. Nagyon édesek voltak. Tehát nagyon jó a Noé őszi találkozója, de minket is egyébként az esküvő foglalkoztat jobban. De csináltak egy kis Facebook csoportot is, és kijelölték azt a párt, aki jobban meri vállalni a kommunikációt, és nyilatkozni fog majd a sajtónak. Mindenki kiválasztotta a saját színét, megbeszélték a virágcsokrokat is, és hát nagy-nagy örömmel fogadták ezt a felajánlást is, ami abszolút meglepetés volt, és egy extra ajándék. Milyen idő lesz? Most tudom, hogy ez nem a... Mondhatnám, ez az egyik legfontosabb kérdés is egyébként, mert szabadtéren lesz. Így van. Azért vannak fedett részek. Megrendeltük a jó időt minden évben. Talán 2012-ben volt az őszi találkozónkon szakadó eső, akkor Pécset voltunk, de akkor is 2000-en voltunk. Mert erre egyébként rákészülnek a nagycsaládok, tehát az ország minden részéből érkeznek. Jönnek. Igen, olyanok, akik... Sok-sok gyerek van akkor itt. Rengeteg. De olyanok, akik már ismerik egymást régebről, vagy most találkoznak. Tehát készülnek rá.
Kazi úr, hadd kérdezzem meg öntől, most márkától eltekintve általánosságban ezt a kedvezményt hányan tudták igénybe venni? Mert volt nekem olyan nagy családos a baráti társaságomban, aki azt mondta, hogy használt autóra könnyebben igénybe tudna egy ilyet venni, mert végül az újat nem tudja kifizetni, még a támogatással sem. Úgy tudom, hogy Magyarországon 160 ezer nagy családos van, közülük több mint 10 000-en már benyújtották az igénylést az államhoz augusztus végéig. Tehát ez önmagában egy nagyon nagy szám szerintem. Sajnos a törvény az úgy rendelkezik, hogy ez új autóhoz igényelhető, de hogyha esetleg egy családnak az aktuális megtakarítása és az autónak a vételára között van különbség, akkor szerintem ez finanszírozással egyébként áthidalható. Tehát ma már egy bő 1 millió forintos önerő mellett be lehet szállni akár egy új Volkswagenbe is. És mennyi? 2,5 millió forint a hozzájárulás? Így van. 2,5 millió forint a támogatás, de a legtöbb márka ezt egyedi akciókkal kiegészíti. Nekünk van olyan modellünk, ahol összességében 4 millió forint kedvezményt tudunk adni. Hát nem tudunk ott lenni ezen a ceremónián, de azt azért, ha el lehet árulni, vagy körbeírni, hogy a párokról mit tudunk? A párok 22 és 28 év közöttiek, valóban az ország minden részéből, van, aki Győrben képzeli el az életét, van, aki Budapesten, van, aki Debrecenben, van szabadkai fiú és nagyszalontai lány is, és szépek, bájosak, kedvesek, tanulók, van, aki nagy családot tervez, van, aki még először a munkaterületén szeretne bizonyítani, van, aki Noé tagunknak a gyermeke, van, aki teljesen külsős, csak a pályázatra érkezett. De jó, hogy, hát most izgulnak most már, az biztos, ugye? Igen. Köszönjük szépen. Legyen jó idő.